Egy évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a világszerte ismert kolozsvári születésű Zsigmond Ferenc balettművész. A róla készült portrénkkal emlékezünk rá. Zsigmond Ferenc kivételes fizikai adottságokkal és technikai felkészültséggel rendelkező balettművész a balettirodalom szinte minden jelentős férfi főszerepét eljátszotta. 10 éves korában fedezték fel a kolozsvári balettiskola tehetségkutatóján. Még a 17. életévét sem töltötte be, és már szerződteti a kolozsvári román nemzeti opera. 19 évesen már a Rómeó és Júlia címszerepét játssza Kolozsváron. Amikor már látványosabb lesz a dolog, akkor kezdi az ember szeretni. De addig csak kínlódás. Igen. Mindennapi gyakorlat az mondjuk nem ad kielégülést semmibe. De aztán jön az ideje, mikor már kezd az ember táncolni, az már fizikailag is jó érzés. Hát engem szerződtettek a Román Operához, Zsigmond Ferencet Román Operához szerződtették, még nem voltam 17 éves. 19 évesen már táncoltam főszerepet a Rómeó és Júliába, úgyhogy hamar elindult a karrier. Az első szerep az már alkotás volt, szóval megadják, hogy mit kell csinálni, de azt én csinálom. És hát az ember meg is szűri ilyenkor a dolgokat, átvezetem az én agyamon, az én testemen, és akkor úgy alakul ki a szerep. Amikor a Belga Királyi Együttesben dolgoztam, ott a Tibaldot kért, szükség volt egy Tibaldra, és engem kértek fel, azt is megcsináltam. Tehát én szerettem mindenféle szerepet, nem csak a hős szerelmest, hanem negatív szerepeket is, mert az mind lehetőség arra, hogy az ember kipróbálja magát a másik oldalról is, más karakterbe. Táncoltam népi táncot, voltam a bukaresti Csokirliába is táncoltam. Az egy nagy dolog, mert az volt a legjobb nemzeti folklor együttes. Mikor katona voltam, oda vittek, ott voltam katona. Azt mondják, hogy mint a hegedű művészek, hogy ha egy napot nem gyakorolsz, akkor már érzed, és ha két napig gyakorolsz, akkor már a közönség is érzi. Az olyan, mint az oxigén, azt kell csinálni. A nagyvilággal való ismerkedés a Román Nemzeti Opera turnéival kezdődött. Megismerte a szakma világszerte, felfigyeltek rá, és elkezdték szerepekre felkérni. Egy évet volt Linzben szólista az operában. 6,5 évet dolgozott a Belga Királyi Balettben szólistaként. A Belga Királyi Balettel megismerte őt egész Európa. És velük 6 hétig táncoltam Párizsba. Meg olyan turné volt, hogy elmentünk ősszel Franciaországba, és tavasszal jöttünk vissza. Lévén ez a Vallon Balett, a Ballet de Wallonie, két nyelvű a Belgium Flamand Vallon, és ez a Vallon része, a lévén frankofon, akkor a francia állam is finanszírozta ezeket a turnékat, gyönyörű turnék. Hatalmas. Meg Németország, meg. Szóval Portugálián, Finnországon Norvégián kívül mindenütt voltam Európában. Azt, hogy soha nem szerettem második lenni. Mindig hajtottam a maximumra, és ezt értékelték külföldön nagyon, hogy bírtam a munkát, szóval nem kellett nógatni,
ahogy mondtam, az előbb mások elpusztultak, én még mindig bírtam. És ez nagy dolog volt. Hát csak annyit mondok, hogy egy előadás alatt van 3 és 4 kiló között vesztünk a súlyunkból, ami víz, ami kijön. Szóval nem könnyű. Meg a nyugdíjazásnál, meg fizetésnél mindenütt egyes A kategória volt, ez a legnehezebb. A lökhajtásos pilóták és a mély buvárok kaptak még annyit. A klasszikus balett legnagyobb szerepeit mind eltáncoltam. És hát ami érdekesség, hogy 2-szer fogtam kezet a belga királynővel. Hát a gyönyörű turnék, ahol Spanyolországban sokat voltunk, 2 hétig Madrid, 2 hét Barcelona, Malagába, és Nerha az ott van mellette, ott is egy egész nyarat voltunk. De ott az olasz turnéről ne meséljek, mert azt még a Kolozsvári Operával is volt, úgyhogy elmentünk, 3 hónapot ott ültünk. Egyik városból a másik, keresztül Kassul. Úgyhogy Olaszországnak aztán nincs olyan nagy város, ahol nem léptünk volna fel. Rövid a balett karrier. Milyen, amikor véget ér? Hogy lehet egyáltalán abba hagyni? Hát abba senki nem hagyja, mert ennek vannak levezető ágazatai, vagy akinek van képzettsége, az elkezd koreográfálni, tehát alkotó a másik, a színpad másik feléről, akkor van, aki tanít. Helyzet az, hogy ezt a természet megoldja, mert azt, amit csináltam azelőtt, azt már nem tudtam csinálni, mert fizikailag limitek vannak már. Nem felelnek úgy az izmokkal, stb. És ha az ember nem csinálja azon a nívon, ahol mindig volt, akkor már nem kell csinálni. Ez ezzel jár. A bányászok szilikózist kaptak, a mások ezt, mi nekünk tönkre mennek az ízületeink. És hát mondjuk a szervek nem, mert az rendesen rendben van téve, ízületek azok, gerinc, könyök, térd, váll, boka, ezek. Úgyhogy például, ami nagyon érdekes, mert sokáig tanítottam Olaszországba, és tanítottam Magyarországon is, miután átmentem, és ottan felkértek, hogy hozzak létre Kunszentmártonba egy mazsoret csoportot. Összeszedtem a gyerekeket, elejétől fogva szépen elindítottuk a munkát, bot pörgetés, minden, azt én is meg kellett tanuljam. De nem volt lehetetlen, és 2 évre az indulástól megnyertük a magyar bajnokságot. Ezt is nagyon, nagyon szeretem, ezt az emléket. Akkor elmentem, és tanítottam 2 évet Reggio Calabriába, 1 évet Padovába, 1 évet Ternibe. Mit jelent tulajdonképpen önnek a tánc? Az volt a minden. Annak mindent alá kell rendelni. Az embernek előadása van, 2 nappal azelőtt még egy sört se szabad inni. Akkor azt nem. Akkor nem szabad motorozni, mondjuk. Ha már motoroztam 7 évig, nem mit mondjak, ilyen minden összefügg. Pihentnek kell lenni, tápláltnak kell lenni, fitnek kell lenni, mert másképp nem megy. Az ember meghal. Mely közönség volt a leghálásabb? A gyerekek. Közönség és közönség között biztos. A gyerekek. Ők, bennük még nincs előérzet. Ők mindent elhisznek. Például, amikor játszik az ember, Kópéliába jött a... Úgy nézték, az én fiam, István, ült az anyja ölibe, a páholyba, és jött a Coppelius, pont másztam fel, hogy nézem meg a babát,
és akkor az ernyővel. És István bekiabált, hogy azt mondja, Táti, vigyázz, mert jön. Na hát azt hittem, hogy a kacagástól meghalok. De a gyerekek meg mikor tapsolnak, az olyan, mint mikor esik az eső a kicsi kezükkel, az olyan nagyon, nagyon kellemes érzés. Az előadó művészek abban különböznek az alkotó művészektől, hogy minden este megélik az életet. Tehát az életet éljük meg, megkezdődik az előadás, akkor semmi nem számít addig, amíg nincs vége. És aztán csak azt nem tudják senki, hogy mit jelent az, mikor az ember áll a függöny előtt, vagy a színpadon, és mit tudom én, 500 vagy 300 ember tapsol, az az érzés. Azt nem lehet pénzzel megvenni. Az kellemes. Zsigmond Ferenc 2018-ban megkapta a magyar állami kitüntetést, az Érdemkereszt aranyfokozatát. 33 évet volt színpadon. 41 éves korában még Bukarestben játszotta a Hattyúk tavát. Karrierje során szinte kivétel nélkül színszerepeket játszott.